Én alapvetően magyar történelemszakos tanárként végeztem, és tanítottam is gimnáziumban éveken keresztül. Nagyon jó közeget találtam itt az ELTE-n, már PhD hallgatóként is. Az akkori témavezetőm Tolcsvai Nagy Gábor a mai napig minden felvetésemet és minden kezdeményezésemet támogatja, és azok az egykori tanáraim, akik most már a szerencsésnek mondhatom magam, a kollégáim, ugyanígy abszolút nyitottan, abszolút segítően állnak emellé az összes felvetés mellé. Nagy örömmel tanítottam középiskolában, de azt is megtapasztaltam, hogy borzasztóan nehéz a köznevelésben és a tudományos munkában egyszerre talpon maradni. Nyelvészként engem mindig nagyon érdekeltek azok a nyelvi jelenségek, amelyek nem ragadhatók meg nagyon jól és nagyon egyértelműen. Azt gondolom, hogy a metafora például, azaz a nem szó szerinti jelentéseknek az egyik csoportja, az ezek közé tartozik. A kognitív nyelvészet azt állítja a metaforáról, hogy nem speciális, nem különleges, nem csak a szép irodalom nyelvére korlátozódó jelenség, hanem bármilyen nyelvhasználati közegben előfordulhat. Azt is állítja ugyanakkor a kognitív nyelvészet, hogy a metafora elsősorban nem is nyelvi jelenség, hanem fogalmi jelenség, tehát a gondolkodásunk metaforikus. A 2000-es éveket követően a kognitív nyelvészetben is egyre erősebb lett az a tendencia, hogy a metaforát ne csak fogalmi, hanem nyelvi jelenségként is vizsgáljuk. És igazából az én kutatásom ehhez az új tendenciához kapcsolódik, amikor nagy mennyiségű feldolgozott, elemzett szövegben, úgynevezett korpuszban, szöveggyűjteményben azt vizsgáljuk, hogy milyen szerkezetek metaforikusak, van-e a metaforának jellemző nyelvi megvalósulása, jellemző nyelvi szerkezete, vannak-e jellemzőbb, tipikusabb vagy kevésbé tipikus metaforák egy szövegben vagy sok szövegben. Nem csak a metaforával foglalkozom, hanem a megszemélyesítésekkel is, és távlati célom, hogy mondjuk a metonémiával vagy más figuratív jelentésekre is ezt kiterjesszem. Hogyha feltérképezzük ezeket a szerkezeteket, akkor ezeknek a jelenségeknek a tanítása is másmilyen lesz. Ami azonban még fontosabb, az a nyelvtechnológiai alkalmazhatóság, ha ugyanis nagy mennyiségű adatot szerzünk és dolgozunk fel arról, hogy a figuratív jelentések hogyan jelennek meg nyelvi szerkezetekben, akkor a jelentések egyértelműsítése gépi fordításban, gépi jelentés egyértelműsítésben is vélhetően könnyebben megoldható lesz. Gondoljunk például arra, hogy a számítógépnek meg tudjuk mondani előre, hogy tipikusan valószínűleg milyen szerkezetek lesznek metaforikusak. És arról is beszélhetünk, hogy mondjuk a mesterséges intelligenciával való kommunikáció, a metaforikus jelentések feldolgozása, a metaforikus jelentések beépítése a kommunikációba, ilyen chat robotokkal például, ezekre is van lehetőség. Persze én nem vagyok nyelvtechnológus, nem vagyok informatikus, de azt már most látom, és erre például a legutóbbi konferencián kaptam is javaslatot, hogy az eredmények egy ponton nagyon hasznosak lehetnek a nyelvtechnológia és a számítógépes nyelvészet számára.